Visszavonja a kerület gazdálkodását érintő javaslatait Horváth Csaba. A frissen megválasztott zuglói polgármester azután döntött így, hogy az átlátszó azt írta, gyakorlatilag kézi vezérlésre állítaná javaslataival a kerületet Horváth Csaba. A politikus szerint ez hazugság. A stúdióban Horváth Csaba. Zugló polgármester, jó estét! Jó estét! Nyilván nem lesz ez egy könnyű időszak, mert mindenki azt figyeli, azt lesz, hogy mennyiben lesznek önök mások, mint bárkik mások, akik korábban vezettek városokat. Tehát ha a lopásnak, a mutyinak, a szédelgésnek bármiféle jele látszik, azt fel fogja kapni a kormány oldal is, meg az ellenzéki oldal is. Igen. Na most itt semmi ilyesmiről nincs szó, és azért akkor rögtön az elején tisztázzunk valamit. Engem az elmúlt 17 évben senki nem vádolt semmilyen korrupcióval, és ennek oka van, miért ők Zuglóban, az én korrupciós indexem nulla. Ezért esik nagyon rosszul, hogy van egy újságíró, aki egy kitalált történetből azt a következtetést vonna le, hogy az új városvezetés az valami nem kívánatos eseményt kíván tenni az SMS módosításával, és ráadásul egymástól 60 oldalnyi távolságra lévő dolgot mos össze egy címben, amiből azt a következtetést vonja le, hogy az új struktúra az azt jelenteni, hogy a polgármester egy személyben több százmilliós ügyekről dönthet. Erről szó nincs. Tehát ezt nem tudom másképp értékelni, mint hogy ez ebben a formában szemben szedett hazugság. És már csak akkor az érdekelne, és ezt kérdezték tőlem is, hogy vajon ez egy ilyen véletlen esemény, tehát hogy az adott konkrét kollega nem figyelte, vagy nem olvasta el a törvényt, nem olvasta el az SMS-t, és valaki sugalmazott neki, hogy egy ilyen típusú téves következtetés vagy. Őszintén nem értem, hogy miért történt. Tehát van egy, és akkor ha van egy mondat az ügy tisztázására, aztán szerintem beszéljünk. Azt szerette volna tudni, azért kérdeztem közben, igen, hogy miről szólt a javaslat. Két része volt a javaslatnak, az egyik, hogy a polgármester jogállását az SMS rögzíti. De ez semmi kuriózum nincs, a két ülés között a polgármester csak kötelezettségvállalással nem járó, tehát pénzköltéssel nem járó kötelezettségeket vállalhat, nem tudom, hogy egyértelmű-e, tehát olyan döntéseket hozhat, ami előzetes kötelezettségvállalást nem jelent. Pont. Tehát ebből semmilyen módon nem következik. Mondjon erre egy példát, hogy értsük. Mondjuk egy testvérvárosi kapcsolat felvétele. Vagy mondjuk a máltai szeretett szolgálattal való elvi együttműködés előkészítése, ami elvi előkészítés, az nem jelenti, hogy mondjuk konkrét összeget tartalmazhat egy elvi megállapodás. Arra van jogom, hogy tárgyaljak magam belátó jó szándékából, és ha eljutunk a tárgyalás egy olyan szakaszára, hogy mondjuk arról kell beszélnünk a máltai szeretett szolgálat, hogy hogyan lehet a kerület szegényebb lakosainak, mondjuk például hajléktalanjainak valamilyen utcai ellátást szervezni, akkor annak van egy beárazott költsége, azzal már a képviselőtestület elé kell mennem. Az pedig teljes nonsens, hogy egy polgármester akár a régi, vagy akár az új SMS-szel mondjuk ingatlanokat értékesíthetne, vagy vehetne. Tehát ez egy nettó hazugság, amit nem értem, hogy miért állt valakinek, ha úgy tetszik, uri hóbortjába így beállítani. Na de akkor min akart ön változtatni? Igazából semmin. Tehát, a jegyzőről... Mihez képest volt egy rendelettervezet? Tehát semmi nem változtatunk, akkor nem kell új rendelettervezet hozni. Ez nagyjából egy 100 oldalas íromány, amelynek vannak változó és nem változó részei. Tehát ez nem azt jelenti, hogy sok-sok tízezer új betű, hanem van egy meglévő SMS, amiben az aktualitásokat kell betenni. Ennek az SMS-nek az egyik legfontosabb módosítása, ezt egyébként senki nem kifogásolhatja, ez a polgármester hatásköre, hogy milyen bizottsági struktúrában javasolja az új képviselő testületnek a közös munkát, hány bizottság legyen, hány tagúak legyenek a bizottságok, hány alpolgármestere legyen, tanácsnoki struktúra, ki milyen feladatot vállalhat. Tehát ez a polgármester dolga. Tehát az SMS módosításnak az alakulőlésen ez a lényegi feladata. A jegyző úr pedig behozott egy csomagot, mert hogy az élet 100 000 olyan problémát mutatott fel, amit rendezni szeretett volna ebben a bizonyos SMS salátában. Ez nem érintette a polgármesteri hatáskört, tehát ezért érint rosszul engem, hogy olyasmivel vádolt meg az újságíró, ami nem igaz. Tehát de itt mégis visszavonta ezt a tervezetet, és nem vigyázott. Igen, megmondom, hogy miért. Nagyon egyszerű. Tehát itt olyan nemtelen támadás érte ezt az egész, ha úgy tetszik, az önkormányzat alaptörvényét. Mert egy önkormányzat életében a képviselő testület bibliája az az SMS.
az alapján éli a mindennapjait, ünnepnapjait, feladatai az alapján végezhetik a képviselők. Tehát, ha úgy tetszik. Ez a szervezet és működési szabályzat. Így van, a szervezet és működési szabályzat, ez a legfontosabb okmánya egy képviselőtestületnek. Na most ezt az okmányt egy olyan erős támadás érte a tegnapi napon egy újságíró jóvoltából, aki csak arra nem vette a fáradtságot, hogy mondjuk akár helyezőt, vagy akár engem megkérdezett volna, hogy hát Béla, ha ez a dokumentum, akkor miért nem engedte be az ülésre végül is? Megmondom őszintén, azért. Én ezt nem értem. De tök egyszerű. Tehát nyilvánvalóan vannak tehát amit felvetett, az nem volt igaz. De ha egy újságírónak van lehetősége arra, hogy félremagyarázza, most itt nem általában az újságírókról beszélek, hanem egy konkrét újságíróra. Tehát itt mindenképpen némi rossz indulatot fel lehet fedezni. De ha ez lehetőséget teremtett arra, hogy becsapjon mondjuk szélesebb közvéleményt, akkor nekünk meg kell nézni, hogy hogyan lehet pontosítani néhány paragrafust, hogy még akár a legrossz indulatúbb próbálkozásoknak a próbáját is kiállja. Na de hogyha ez modell ahhoz, hogy fog működni az önkormányzat, akkor most önhozott egy példát, a testvérvárosi kapcsolatokat, amikben van hatáskör együtt dönteni. Hogyha egy kis mongol település szeretné Zuglóval felvenni a kapcsolatot, ez azt mondja, hogy rendben van, egy újságíró meg megírja, hogy nyilván mongol lovakat szeretne vásárolni magának féláron, és ezért akarja ezt a kapcsolatot, akkor visszalép ettől? Nagyon egyszerű. Egyébként, mivel valóban a polgármester mindenért felel. De azért vannak neki politikus munkatársai, azért van egy 22 fős képviselőtestület, hogy a feladatok el vannak osztva. Tehát a konkrét eset azért nem tökéletes, amit én hoztam, mert hogy például a testvér kapcsolatok ápolására volt külön tanácsnok. Jó, de szerintem ezt el tudjuk engedni, értjük mindannyian abszolút, a helyzetet. Értjük, csak magyarul. Kezdve, ahányszor egy újságíró megtámad joggal vagy ok nélkül bármiféle tervezetet, azt nem visszavonja? Nem. Nem, de azért szerintem egy induló állapotban lévő önkormányzat, tehát most nem egy nagy üzemben lévő önkormányzatról beszélünk. Ez az első okmánya, az első ülése, ugye ez volt a mai nap az alakulülése, és a közbizalmat, ami egy ilyen alapokmányt érint, súlyos támadásért. Én azt a látszatot szerettem volna elkerülni, hogy ez az alapokmány sérül, és a közbizalom sérül, hiszen azzal vádolták az önkormányzatot, hogy ez az alapokmány alkalmas bizonyos visszaélésre. De azt mondja, hogy a jegyzőnek bizonyos dolgokkal meg ügye volt, tehát el kellett volna intézni ebben a rendeletben. Ja, persze. Azokkal mi lett? Hát az akkor ma nem került napirendre. És hogy a következő ülésre viszi, akkor ugyanezt a dokumentumot viszi majd be? Holnap lesz már konzultációnk ebben a kérdésben, tehát át fogjuk tekinteni. Összesen két pontot kifogásoltak, de nem szerettem, tehát, hogy értse, nem szerettem volna helyszíni módosítókkal reparálni ezt az okmányt, mert ez, tudom, hogy egy kicsit viccesen hangzik ez a gránit szilárdságú koncepció, mert a parlamentben is már a 8. gránit szilárdságú tömböt dobják ki a kukába. Pont ezt nem szerettem volna, ezért inkább visszahúztam ezt az SMS módosítást azért, hogy békésen asztal mellett le tudjuk modellezni, hogy melyik az az egy-két pont, amit ha pontosítunk, akkor már ilyen típusú félremagyarázásra sem ad lehetőséget. Polgármester, ez nekem kívülállóként, miközben nem ismerem a dolog működését, két dolgot enged feltételezni, vagy megijedt, vagy valami mégsem volt tiszta. De teljesen tiszta volt, és egyébként... És ebben tiszta volt, akkor is megijedhetett, persze. De nem ijedtem meg, de értse meg. Tehát ha állampolgárokat félre lehet vezetni, be lehet csapni, egy intenzív támadással, akkor nekem az a dolgom, hogy ezt a hangulatot... Ez egy újságcikk volt, milyen intenzív? Hát nem, mert azért tegnap ezt mindenki átvette, többségében kritika nélkül, tehát nekem ez nem egy darab újságcikk volt, senki hanem egy... Senki nem hívta fel, hogy hogy van ez? Senki nem hívta fel? De korrigálgattam is egyesével, akit érdekelt. Látjuk. Akit érdekel, de hát sajnos azért a többségében ez nem jutott el erre a szintre, de... Ahogy mondtam, a legfontosabb a közbizalom. Én a közbizalom révén lettem Zugló polgármestere. Ezt a közbizalmat bármi áron meg fogom óvni, és hogyha engem az elmúlt 17 évben senki nem vádolt semmilyen átláthatóság csökkentésével, semmilyen visszaéléssel, akkor elvárom, hogy egy újságíró is tartsa tiszteletbe a saját újságírói etikai szabályait, és kérdezzen meg, hogyha valami az ő nézete szerint... Ha önt nem kérdezték meg, az valóban hiba. Nem ismerem a körülményeket, de az valóban hiba. Mit szól Botka László távozásához az MSZP-ből? Nyilván nem vagyok boldog tőle, de a helyzet a következő. Laci a legsikeresebb polgármestereink egyike. Szegedet az elmúlt tizen sok évben most már
nagyjából együtt kezdtünk polgármesterként, nagyon jól vezeti. Ennek az eredménye, hogy 60% fölötti támogatottsággal választották rendre az utolsó 3-4 önkormányzati választáson. Tehát Laci valamit nagyon jól csinál. Nyilvánvalóan ő hozott egy személyes döntést, amit én nem tudok értékelni. Ez még a miniszterelnöki kampányából fakadó sértettség lehet? Nem hiszem, inkább azt gondolom, hogy inkább egy ilyen alap távolodása a pártpolitikától, és önkormányzati politikusként definiálva magát, de én nem akarom helyette kitalálni, hogy miért gondolta ő ezt. Sajnálom, nyilván sok sikert kívánok neki polgármesterként, vélhetően ő hozott az életében egy döntést, hogy akkor az önkormányzati irányba ő véglegesen leteszi a garast, utalta arra, hogy miniszterelnök jelöltje is volt a Magyar Szocialista Pártnak, ami azért félre sikerült, kisiklott. Nyilvánvalóan... támogatását, az MSZP támogatását magáénak tudja ennek ellenére és ezután is? Márhogy Botka László természetesen maga mögött tudhatja, tehát ez érdemben nem befolyásolja az MSZP támogatását. Laci, ahogy mondtam, továbbra is a mi büszkeségünk, tehát a legsikeresebb polgármesterünk. Személy szerint is sajnálom, hogy ő ezt a döntést meghozta, de ez az ő személyes döntése. Ennek az okairól nyilván őt érdemes megkérdezni. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget.